Sziasztok könyvrajongók, Csaba vagyok, ez itt a Könyvelem, és a mai videóban a 21 szerző 21 nemzet kihívásról lesz szó. ...2021-ben már 9. alkalommal indította útjára Danlin a moly.hu-n azt a kihívását, amelyben különböző nemzetiségű szerzőktől kell olvasni egy éven belül. 2021-ben a 21-es szám jegyében 21 különböző nemzetiségű szerzőtől kellett olvasni, és sajnos ebben a videóban arról kell beszámolnom, hogy nem sikerült a 21 számot elérnem. Én azt hiszem 18-ig jutottam, úgyhogy egy picivel, de lecsúsztam erről a kihívásról. Én azért azt gondoltam, hogy ebben a videóban megmutatnám azokat a könyveket, amelyeket különböző nemzetiségű szerzőktől olvastam, amellyel próbáltam egy picit tágítani az olvasási szokásaimon, egy picit tágítani a látókörömet, hogy ne csak az angol szász irodalomból válogassak, ne csak hazai szerzőktől olvassak, hanem próbáljak egy kicsit a világ más tájaira is elkalandozni a könyvek által. Talán egyébként azzal is csúsztam le erről a kihívás teljesítésről, hogy a brit szerzőknél nem igazán tudtam beazonosítani, hogy ki az, aki ír, ki az, aki skót, ki az, aki velszi, ki az, aki angol, és emiatt itt nem tudtam szétszedni ezeket a nemzetiségeket, és így a brit szerzők egy kalap alatt maradtak, úgyhogy sajnos emiatt, hát talán emiatt is csúszhattam le a teljesítésről, de azért nem vagyok elégedetlen, és tényleg örömmel fogom most bemutatni azokat a könyveket, amelyeket megpróbáltam ehhez a kihíváshoz olvasni. Hát lássuk! Tavaly ugye 89 könyvet olvastam el, és ebből 35 volt magyar szerző tollából, ami az olvasmányaimnak a 39%-a. Én ezzel nagyon elégedett vagyok, mert nagyon igyekeztem kortárs szerzők művei közül válogatni, és egyre jobb írásokat találtam, úgyhogy nagyon örömmel fogok nyúlni ezután is a magyar szerzők köteteihez, és szeretném is támogatni a magyar írókat a csatornámon, és igyekszem a köteteiket bemutatni, népszerűsíteni, egy picit promotálni. 34 olyan könyv volt az olvasmányaim között, amely vagy angol, vagy amerikai szerzőtől született. Ez az olvasásaimnak a 38%-a, tehát közel azonos, mint a magyar szerzők művei. Úgyhogy ezzel is maximálisan elégedett vagyok, és az összes többi igazából más nemzeteknek a szerzői közül került ki, és igazából összesen 15 egyéb nemzettől olvastam, és akkor mutatnám is azt a 15 könyvet, amely nem angol, nem amerikai és nem magyar szerzőtől származik. Időrendben visszafelé néztem meg a Moly-on az olvasásaimat, úgyhogy a legfrissebbtől haladok visszafelé a legkorábbiig, egészen tavaly januárig. Hát most az első, az egy német szerző könyve, Björn Thorsten Leinbachtól a férfiasság megélése, amelyről ódákat zengtem a decemberi összegző videómban, úgyhogy külön már nem szeretnék róla beszélni. Ez egy önsegítő, önfejlesztő könyv férfiaknak. A következő szerzőm a visszafelé haladva egy szlovák szerző, József Karikától olvastam a Hasadék című könyvet, amely a tavalyi évem egyik nagy meglepetése volt. Ez egy misztikus thriller, egy kis nyomozás, egy kis rejtély, egy kis titok, amit szeretnének a Tribecs-hegységben feltárni a könyv szereplői. Én nagyon szerettem ezt az írást, és az Agave kiadó már ígéretet tett arra, hogy Karikától idén is érkezik egy kötet, úgyhogy én biztos, hogy fogok még tőle olvasni. A következő nemzetiség a francia. Itt Guillaume Musso-t fogom tudni mutatni, tőle legutóbb a Regény élet című kötetet olvastam, amelyben az írónak és az művének a kapcsolatát boncolgatja ez a kötet. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas módon. Többen elvesztették a fonalat olvasás közben, és láttam olyan kritikákat, hogy ez már túlontúl bonyolultá volt téve, és nem igazán lehetett követni az eseményeket, de ez Musso sajátja, ő így ír, és nála talán pont ezért érdekesek a művek, hogyha újraolvassa az ember, akkor mit ad másodszor, és akkor mit fedez fel belőle az ember. Nagyon jó kis kritikákat fogalmaz meg benne a médiáról, illetve a médiának az írókhoz fűződő viszonyáról is, úgyhogy én nagyon szerettem ezt a kötetét is, hát alig várom, hogy olvassam a következő műszót. Olvastam egy brazil szerzőtől, mégpedig Chris Cartertől a keresztes gyilkost,
ami a tavalyi évem egyik nagy kedvence volt, és Chris Cartert kedvenc írómmá avattam így a tavalyi év során, mert annyira izgalmas, annyira feszültséggel teli ez a könyv, és olyan csavaros, és olyan jó volt a végkifejlet is, tehát meglepő, döbbenetes, és hát horrorisztikus, szóval ez a könyv, ez tényleg néha gyomorforgató, és tényleg csak a horror kedvelőinek tudom ajánlani, nem igazán thrilleres, inkább horroros ez a könyv. És természetesen fogok olvasni a szerzőtől, hiszen a Kivégzés című kötete már a polcomon sorakozik, amely a Robert Hunter sorozatnak a második része. Aztán olvastam egy finn szerzőtől, Juhan Sinisalótól olvastam a Nap magja című disztópiát, amely egy nagyon különleges világot mutat be, ahol az erős paprika egy afrodiziákum, egy fontos, hát vágykeltő, vágyfokozó dolog, és női szemszögből íródott könyv, nagyon érdekes volt tényleg a világépítés benne, most éppen kölcsön van adva ez a könyv. Nekem annyira egyébként nem tetszett, de örülök, hogy olvastam egy finn szerzőtől, mert szerintem korábban erre nem volt példa. A következő nemzetiségű szerző, akitől olvastam, az a svéd Fredrik Backman volt, akitől a Hazavezető út minden reggel egyre hosszabb című rövid novellácskáját olvastam el. A történetben egy beteg nagypapát ismerhetünk meg, aki különös szerepet tölt be unokája életében. Egy nagyon szívbe markoló, nagyon kedves történet. Mindenképpen fogok még Backmantól olvasni, hiszen az Itt járt Brit Méri című könyvét még mindig nem kerítettem sorra, és az az utolsó magyarul megjelent kötete, amit még nem olvastam, tehát idén is szeretnék tőle olvasni. A következő szerző a spanyol Carlos Ruiz Zafón, akitől a Szélárnyéka című kötetet olvastam el, ez az Elfeledett könyvek temetője sorozatnak az első része, és ha nem is ezt a sorozatot folytatom idén, bár nagyon szeretném, akkor mindenképpen el fogom olvasni a Köt trilógiájának a harmadik részét, a Szeptemberi fényeket, amelyet már a feleségem olvasott, és neki a három részből azt tetszett legjobban, és az egy viszonylag jól és gyorsan olvasható könyv, hiszen az még egy ifjúsági történet, ez pedig ugye már felnőtteknek szóló írása volt Zafonnak, úgyhogy nagyon sajnálatos, hogy őt elvesztettük a tavalyi előtti évben, és már nem fogunk tőle új írásokat kapni, úgyhogy nagyon be kell osztanom, hogy mikor olvassak ettől a spanyol szerzőtől. A következő szerzőm cseh volt, Bohumil Hrabal, akitől a Sörgyári kapricsót olvastam el még tavaly a könyvkemping keretében. Ez egy rövidke kötet, amelyben megismerhetünk egy sörgyárnak az életét, illetve a hozzá kapcsolódó embereknek az életébe látunk betekintést. Egy nagyon humoros, egy nagyon érdekes stílusban megírt kötetről van szó. Nem bántam meg, hogy elolvastam, és biztos, hogy fogok még Hrabaltól olvasni, hogy mit azt nem tudom, mert egyelőre nincs másik kötet a birtokomban tőle. A következő nemzetiségem az osztrák, Rosemary Eichingertől az Esznek-e a halottak epertortát című poketet olvastam el tavaly, szintén nagyon nagy élmény volt, szintén nagyon sokszor beszéltem már róla a csatornámon, csak ajánlani tudom ezt a kedves kis történetet. A következő nemzetiség az olasz, ide a tavalyi éven fő kedvenc könyvét fogom mutatni, Donatella di Pietrantoniótól a Visszaadott lány című könyvet, amelyről már rengetegszer beszéltem, rengetegszer méltattam, és olasz szerzőtől mindenképpen szeretnék olvasni. Ha tőle nem is jön ki idén új könyv, akkor Elena Ferrantétól biztosan fogok olvasni, és ő olasz szerző, úgyhogy az olaszokat nem fogom cserben hagyni 2022-ben sem. A következő nemzetiség a holland volt. Itt Stefan Buismantól olvastam el az Espresso Archimédésszel című kötetet, amely egy picit a matematika világát próbálja közelebb hozni az átlag olvasóhoz, és olyan hát kézzelfogható meg gyakorlati dolgokat mutat be, amelyekhez szükséges a matematika, mégis elfelejtkezünk róla a hétköznapokban, hogy miért is olyan fontos. Annyira nem nyűgözött le ez a kötet, de egy olyan olvasónak, aki tényleg csak egy picit szeretne közelebb kerülni a matematikához, annak nagyon jó szívvel tudom ajánlani. Nem volt annyira szórakoztató, mint amennyire én ezt vártam. A következő nemzetiség a Belarus, ugyanis Svetlana Alexievics-től olvastam a Csernobili imát a tavalyi évben, ami nagyon nagy hatással volt rám, és egy vlog videó is készült az olvasásomról, hiszen ez a könyv Evelyn kedvence, aki a Pergamerre hány szavak csatornáját vezeti, és miatta olvastam el ezt a könyvet, és nagyon nagy hatással volt rám, úgyhogy mindenképpen szeretnék még Alexievics-től olvasni, hiszen tudom, hogy nagyon sok könyve jelent már meg hazánkban, és nem véletlenül kapott Nobel-díjat, úgyhogy nagyon szeretnék tovább ismerkedni az életművével.
És akkor ezeken túl még három olyan nemzetiséget tudok behúzni ebbe a kihívásba, ahol az adott szerzők születtek, bár nem ott élnek. Úgyhogy ilyen például az ugandai születésű G.P. Delany, akitől a Tökéletes feleséget olvastam el még tavaly év elején, és ez egy thriller, amelyben egy robotot ismerhetünk meg, mégpedig Abbyt, aki a tudománynak a csodája, és őt valamilyen úton, módon megalkották, és egy picit ilyen futurisztikus, kicsit elvont ez a könyv, de nekem egyébként nagyon tetszett, és ezért készült is G.P. Delanyról egy külön videó a csatornámon, melyben három könyvéről beszélek részletesebben. Jonathan Holt írói álnéven is alkotott egyébként ő, és a könyveit beszereztem már, úgyhogy tudok majd tőle olvasni a jövőben is. Aztán van egy kínai származású szerző, akitől tavaly olvastam. Celeste Ng-től olvastam az Amit sohasem mondtam el című könyvet, hiszen 2019-ben nagyon nagy hatással volt rám a Kis tüzek mindenütt című könyve, és azt gondoltam, hogy az első kötetét is szeretném elolvasni, mely egy picit tényleg arról a bevándorló családról szól, aki ahol ő is nevelkedhetett, hiszen kínai felmenői vannak, de ő már Amerikában született, és egy ilyen kétrasszú családban zajlanak az események ebben a kötetben. Az egyik szülő kínai, a másik amerikai, és hogy miket kellett kiállniuk, illetve hát egy tragédiával kezdődik az a kötet, hiszen a családban a kislány belefullad a medencébe, és ennek a körülményeit, illetve ennek az eseménysornak az előzményeit tudjuk meg, hogy hogyan és miért történt ez. Nagyon drámai kötet, de nekem azért egy picivel a Kis tüzek mindenütt jobban tetszett. Ha lesznek még új kötetei, akkor szívesen fogok olvasni tőle, egyébként nyitott vagyok más kínai szerzőkre is. És van még nekem egy zimbabwei születésű alkotóm, mégpedig Paula Hawkins, akitől idén a Lassan izzó tűz című kötetet olvastam el, hiszen ez volt a csatornám szeptember havi közös könyve, amelyet Edmonddal és Katival is kibeszéltünk a csatornámon. Én nagyon szerettem ezt a könyvet, elég vegyes értékeléseket kapott. Én szeretem a lassan csordogáló thrillereket, ahol a lélektanon van a hangsúly, és nem a gyilkosságon, vagy nem a cselekmény felgöngyölítésén, hanem inkább az előzményeken, hogy mi vezetett oda, hogy megtörtént az a tragédia, ami megtörtént, és ez a kötet ilyen, úgyhogy én nagyon szerettem ezt a könyvet, és remélem, hogy Paula Hawkins alkot még, és jönnek új történetek tőle. Nos, ők lettek volna azok a különböző nemzetiségű szerzők, akiktől olvastam az elmúlt évben, és azt gondolom, hogy bár most nem sikerült teljesítenem a kihívást, úgy, mint 2020-ban, de én 2022-ben is fel fogok jelentkezni, és megpróbálkozom újra. Ha nem sikerül, akkor sem leszek elkeseredve, mindazonáltal nagyon fogok igyekezni, hogy idén is sokféle nemzetiségű szerzőt tudjak megismerni, újakat is, nem csak azokat, akiktől eddig olvastam, mert hogy tényleg tágul a látóköröm, és körbejárhatom az egész világot az írók által, és tényleg más-más látásmódot ismerhetünk meg általuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes így is válogatni néha az olvasmányok közül. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és itt voltatok könyvelem, remélem a következő videóban is találkozunk. Sziasztok!